Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban a mérleg jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kirakás egy általános orákel, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást február hónapra. A díjam 4500 forint, e-mailen keresztül megrendelhető. Ehhez a jósláshoz szeretnék asztrológiailag is valamit mondani a mérleg jegye számára. Ami a szerelmi életet illeti, február hónap szerencsét hoz a mérleg jegyében. Viszont, ha arról van szó, hogy szeretnél valamit tisztázni, megbeszélni a családdal, akkor az kicsit nehézkes, hiszen nézett eltérésekhez vagy vitákhoz vezethet. Február 1-én új hold van. Az azt jelenti, légy visszahúzódó, gondolkodj el valamin, vagy meditálj valamin. A téma az, hogy mik a célok, hogy tudnád ezt elérni, vagy hogy kapod meg a megbecsülést. Február 16-án teli hold van, és egy teli hold megvilágít valamit. Mi áll a középpontban, vagy ki áll a középpontban. Február 3-án Merkur bolygó megáll. Akkor megállnak az események, utána előre halad, tehát előre haladnak a dolgok. Február 4-én a Nap és Szaturnusz bolygó egy konjunkcióban áll. Az azt jelenti, hogy együtt hatnak. A Nap megvilágít valamit, itt kell tisztázni valamit. Szaturnusz bolygó hatása alatt lehet, hogy itt még vannak nehézségek, korlátozások. De mivel Szaturnusz bolygó a sors bolygója, ez kihathat a sors utadra, és a Nap itt megvilágítja az utadat. És én is megvilágítom a képeket, hiszen ezt most megtekintjük. Itt a gyermekek utalhatnak természetesen a gyermekekre. És ez a kasza elvágja itt a termést, tehát itt hirtelen lesznek változások, ami termést hoz számodra. Lehet, hogy ez a munkád, a hivatásod, és gyermekekkel dolgozol. Amit a gyermekek még itt jelenthetnek szimbolikusan, egy új kezdetet, és ott van alatta ez a lovas férfi, ami azt jelenti, hogy itt lesz mozgás, előre mennek az események. Ez a lovas férfi jelenthet természetesen egy férfit is, aki közeledik hozzád. Eddig még zárkózott volt és titokzatos, erre utalnak a könyvek, hiszen be van csukva, nem látjuk, hogy mi van benne, ott vannak a titkok. De ez a titok kiderül, hiszen a Nap az utal erre a fényre, a világosságra, megvilágítja ezeket a dolgokat, kiderül az igazság. Ennél a kártyánál nem biztos, hogy férfiről van szó, ami persze lehetséges, hanem gyakran utal a mozgásra. Ez lehet sport, vagy autó, az is lehet, hogy lesznek változások, vagy egy utazás, mind ez elképzelhető. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen. Fölötted nincsenek kártyák, holott az jelenteni a te gondolataidat vagy terveidet. Ez arra utal, hogy nem engeded azt meg, hogy mások belelássanak a gondolataidban, tehát titokzatos vagy. Vagy azt is jelentheti, hogyha tervezel valamit, például itt egy új kezdetet,
amire a gyermekek utalnak, akkor nem mondd el ezt másnak, légy titokzatos, úgy, mint ezek a zárkózott, csukott könyvek. Amit a könyvek még jelenthetnek, a tudás, vagy egy továbbképzés, ami számodra szerencsét hoz, hiszen te összefüggésben állsz a könyvekkel, és ezzel a virágcsokorral, ami utal szerencsére, egy jó ajánlatra, egy meglepetésre, vagy egy ajándékra, az is lehet, hogy valaki ajándékoz neked egy könyvet, vagy jelenti a kreatív tevékenységet. Hamarosan lesznek nálad változások, erre utal ez a kép, ez szerencsét hoz, ugyanúgy, mint a csillagok. A csillagok jelenthetnek spirituális dolgokat is, vagy az időpontot, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ugyanúgy, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Ha te egy férfi vagy, akkor itt jelensz meg a képen. Vagy a nőknél jelentheti ez a kép a lelki társat. Az ő gondolataiban ott van ez a kereszt és a csillagkép, hiszen a kártyák a feje fölött vannak, és jelzik a terveit, a gondolatait. Tehát megvan nála ez a hit, ez a remény, hogy minden jóra fordul, különösen ami téged illet, és a vonzalmat és a szerelmet illeti. Ugyanúgy, mint a horoszkópban, itt is látható szerencse lesz a párkapcsolat a szerelem területén. Ez a kereszt jelentheti a hitét, vagy kármikus témákat, egy kármikus kapcsolatot, hiszen ez jelzi, hogy a sors utatok itt kereszteződött. Vagy, amit ez a kép még jelenthet, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, ahol elgondolkoztok azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Mindketten összefüggésben álltok ezzel a kereszttel. Ő is, hiszen egy vonalban van vele, és te is, mert te is egy vonalban vagy ezzel a kártyával. És pontosan ez, ami összeköt benneteket, sőt, a gyűrűk jelenthetnek házasságot, vagy eljegyzést is. Minden esetre az látható, hogy itt van a szerencse melletted, itt lesz egy fordulat. Ami őt illeti, az nem könnyű, hiszen itt megjelenik ez a hegy, ami jelzi a problémákat. Itt van ez az élet szakasz, ahol ott vannak a kövek. Azon kívül ő összefüggésben áll ezzel a toronnyal. Ez jelentheti azt, hogy ő fogva érzi magát ebben a toronyban, mint egy labirintusban, és keres egy kiutat. Itt látható ez a kígyó, ő is összefüggésben áll ezzel a kártyával, és te is összefüggésben állsz ezzel a kártyával, tehát ez vonatkozik mindkettőtökre. Ez a kígyó jelenthet megújulásokat, vagy egy gyógyító erőt, amit még jelenthet olyan mellékutak, és itt lesz így a megoldás. Mint ahogy itt is látható ez a mellékút, és akkor így elkerülitek ezeket a problémákat. Amit ez a kígyó még jelenthet, egy nő, és itt van alatta ez a koporsó, tehát utal egy idősebb nőre. Mivel itt a hold, ami szintén összefüggésben áll a kígyóval, jelenti az anyai érzelmeket, akkor lehetséges az, hogy ez az idősebb nő az anyukáját, vagy a te anyukádat jelenti, ahol jelenleg vannak nézeteltérések, ami fáj, hiszen itt a köves út mellett és a hold mellett megjelenik az ostor,
és az azt jelenti, ha valami ostoroz téged vagy őt, és az fájdalmakat idéz elő. De ő szeretné lezárni ezt a kapcsolatot, itt a kulcs, amit a kezébe vesz, amivel valamit le lehet zárni, vagy valamit ki lehet nyitni. Ő lezárja a problémákat, és nyitott veled egy kapcsolatot, egy szerelmi kapcsolatot kialakítani, hiszen itt van a szerelem, a hűség, és ez a virágcsokor utalhat a te szépségedre, a te nőiességedre. És itt van a remény, ezt jelenti a hajó, vagy jelenthet külföldi utazásokat, kapcsolatokat. Ha ti ezt tervezitek, akkor a felhő azt jelzi, hogy február hónapban még minden olyan bizonytalan, átláthatatlan, halasszátok el ezt az utazást. A felhő jelenthet fél évet, mint időkártya, és az azt jelenti akkor, hogy tervezzétek fél éven belül ezt az utazást. Visszatérve itt ezekre a nehézségekre, a problémákra, a kövekre, egy nehéz élet szakaszra és a fájdalmakra, ez elmúlik, mert megjelennek itt az egerek. És a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Tehát az egerek eltávolítanak bizonyos személyeket, vagy egy helyzetet, bizonyos dolgokat. Az egerek eltávolítják a fájdalmakat, ezt az életszakaszt, és eltávolítják a hegyet, ezeket a problémákat. És utána meg lesz itt az életerő, ez az életút, ahol kivirágzik valami, a ház, az otthon, ami szintén erőt ad számodra, jelentheti a környezetet, a szomszédokat, vagy a családot is. És itt ide érkeztek, hiszen a fa azt jelenti, ahol ti szeretnétek legyökerezni. Mert ez adja ezt a tartást és az életerőt, és az otthon lehetséges, hogy itt kialakul valami, ami erőt ad számotokra. Ez a fa jelenti a gyógyító erőt is, itt minden rendben van, ez a jövő, itt kivirágzik minden, itt van a medvénél ez az életerő. Ahol még a szerencse látható, arra utalnak a halak, mert azok szimbolizálják a pénzügyi dolgokat, és itt folyamodnak az események, tehát a pénz jön a házhoz. És ez a kapu, ahol minden így kivirágzik, ahogy látható a képen, itt kinyílik egy új lehetőség. Nem csak szép, kellemes dolgok történnek február hónapban, mert itt a horgony mellett megjelenik a ravasz róka. A horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást, és itt van ez a róka, ami jelenti a hamisságokat. Vagy ez egy rossz munkahely, vagy egy rossz munkahelyi légkör. Itt lesz majd később javulás, vagy munkahelyi változás, de február hónapban tartsd még meg a munkahelyedet, akkor is, ha még kellemetlen, vagy vannak irigyesek a környezetben. Most összefoglalnám ezt, itt lesznek újdonságok, úgy hirtelen változik valami. Szerencséd lesz, vagy kezd el valami újat, ami a hivatásodat illeti, és akkor a csillagok jelentik a spirituális területet. Itt vannak a változások, a szerencse megjelenik a közelben, hiszen ez a madár tartja ezt a négy levelű lóherét, ami szerencsét hoz. Lehet, hogy úgy mellék utakon sikerül minden. De ez a kígyó jelenthet egy idősebb hölgyet is, vagy az anyukát, ahol még témák vannak különösen nála, a lelki társadnál.
Lesz hamarosan egy jó hír, vagy egy szerződés. Itt van a levegő eleme a levél mellett, ami utal a kommunikációra, de a könnyűségre is. Ezt az életszakaszt, a fájdalmakat, a nézeteltéréseket, a vitákat és a problémákat eltávolítják az egerek. Itt van egy férfi a háttérben, és a könyvek jelentik azt, hogy ő még olyan titokzatos, nem nyilatkozik, vagy általa lesz egy tanulás. A nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, és a kereszt utal egy kármikus kapcsolatra. Nála vannak még nehézségek ezzel az idős hölgyel, de ő megoldja ezeket a dolgokat. Ő nem azzal foglalkozik most, hanem rád gondol, és a szerelemre, a hűségre, valamivel szeretne téged meglepni. Az lehet egy utazás, például a tavasz folyamán, hiszen ez a virág csokor utal a tavaszra, május hónapra. Lesz jó kapcsolat köztetek, itt látható a szerelem, és ez a gyűrű utalhat egy házasságra vagy eljegyzésre. Amit a gyűrűk még jelentenek, ezek a szerződések, ezek lehetnek kereskedelmi szerződések is, hiszen itt vannak a halak, tehát ez által pénz jön a házhoz, és ez a kapu jelenti a lehetőségeket. Az egerek eltávolítják ezeket a nehézségeket, de az egerek el tudják a házat is távolítani, akkor itt költözködésről lenne szó. És lesz egy új otthon, egy új hely, ez egy új életút, ami erőt ad számotokra, a kapu jelenti a lehetőségeket, és ez a fa akkor arra utal, itt, ebben az új otthonban jól érzitek magatokat, hiszen le tudtok gyökerezni. A problémákat a munkahelyen látom, vagy ez egy rossz munkahely, vagy a kollégák, kolléganők hamisak. Ha egy utazást tervezel, akkor azt halaszd el, mert itt még valami olyan átláthatatlannak tűnik. És ez a kulcs jelenti a biztonságot a szerelmi élet területén, itt a vonzalom kettőtök között, a szerencse, és ez a kereszt utal egy ilyen lelki kapcsolatra. És ez volt a február havi jóslás. Én kívánok neked egy szép napot, és egy szép február hónapot. Nagyon sok szeretettel, Dender Rám!